Régi 14-15. századi szokás a balázsolás. Régen jelmezes gyerekek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut, diákokat toboroztak és adományokat szedtek. Akkoriban ez szolgálta a tanítók iskolai alkalmazottak jövedelmének kiegészítését. Ma inkább a tudás bemutatását szolgálja. Sárospatakon a Református Kollégium általános iskolájának tanulói rendre meglepik a városi óvodásokat. A kisdiákok ma már nem élelmiszert gyűjtenek, sokkal inkább a tudásukat mutatják meg, amellett, hogy ápolják ezt a régi néphagyományt. Még főiskola volt a gimnáziumunk általános iskolán neve, akkor is jártak a diákok, iskolába hívogatták a gyerekeket, illetve szalonnát, kolbászt gyűjtöttek. Tehát ezt a népszokás úgy gondoljuk, hogy egy olyan szép népszokás, hogy nem szabad elfelednünk. A pataki óvodások érdeklődve figyelték a műsort. Mint kiderült, a 30 fős elsős csapat harmada tavaly még a Karolina óvodában volt nagycsoportos. A végző sovisok már sokat érdeklődnek az iskoláról, így külön élmény nekik az elsősök látogatása. Készülünk az iskolába. Óvónéni is a gyerekekben tudatosítja, hogy eljött az az idő, mikor vége az óvodás éveknek is, és menni kell, és a gyerekek azért érettek már erre, már maguktól is vágynak, és igazság szerint akkor iskola érett egy óvodásunk, amikor gyakran emlegeti az iskolát, vágyik az iskolások közé, és a mai napot is látva a gyerekekben megerősödik ez a tudat, hogy igen, ők már oda készülnek és oda vágynak, és nagyon örülünk, hogy van erre lehetőség, hogy ezt itt láthatjuk és gyakorolhatjuk. Az óvodában idén 70 nagycsoportos van, akik szeptembertől már valamelyik iskola tanulói lesznek.